Ketek kincsen őrnagy. Százados úr, átadom a gyanúsítottakat kihallgatásra. Miki, ne szórakozz! Menjél haza pihenni! Te is itt vagy délóta. Jó, nem kell hálálkodni, nem Jézushoz jöttél. Mindenki beteg. A villamosra nem tudok úgy felszállni, ne tüsszögjön rám valami geci. Hát sok paraszt van. Vica is beteg. Állandóan szipog. De használni kezdett valami orrcseppet, majd megkérdezem, hát a segít. Kösz. Látod? Most megint köszöngetsz. Mit hoztál? Tehát Lajos, Decsi Lajos az egyik. Sértett öreg csak róla tudott pontos személyleírást adni. Másik férfi Bognár Antal. Engedély nélküli fegyverviselés miatt hozták be, de összefüggésbe hozható az üggyel. Ellene viszont nincs terhelő bizonyíték. Jól van. Akkor ezzel a Lajossal, a Decsivel, ezzel kezdek. Még friss vagyok. Ja, azt látom. Figyelj! Majd megkérdezem az orrcsöpet, aztán hívlak, hogyha hazaértél. Nem köszönöm meg. Helyes. Szólj Kovácsnak, hogy hozhatja. Jó munkát. Szevasz. Viheted. Halló! Hol voltál? Ja, ne haragudj! Fürdőben. Mit csinálsz? Eleonórát tápolgatom. Letört az egyik ág, szinte azt már nem lehet megmenteni sajnos. Még mindig rossz a tévé? Mi? Azt kérdeztem, hogy még mindig rossz a tévé? Ja. Várom azt a zenés műsort. Kapcsold már ki, szétmegy az agyam. Így nem érem el. Figyelj, bent kell maradnom, Miki szarul lett. Igen? Igen, megfázott. Csak reggel megyek. Csinálj légy szíves egy rántottát, szalonnásot, jó? Nem voltam boltban. Mit csináltál egész nap? Pihentem. Nem érzem jól magam. Jó. Figyelj, most le kell tennem, majd hívlak, jó? Szia, szia, szia. Százados úr, kell a karika? Vedd le, Kovács, csak elbeszélgetünk. A másikat beteheted. Maga Decsi Lajos? Igen. És az őrnagy? Az szarul van, megfázott. Hideg nőre feküdt. Na jó. Arról meséljen nekem, hogy miért ment január 12-én este Budai Imre házába? Szóltak, hogy menjek, biztos úr. Ki szólt magának, és miért? Szólt, hogy kísérjem el. Jó, ide figyeljen, hogyha Nem mondja meg, ki volt a társa, hogyha hazudik nekem, akadályozza a nyomozást. Egy súlyosbító körülmény, érti? Hogyha segíti a munkánkat, akkor az ügyészség enyhítő körülményként a vádiratban jelezni fogja azon közreműködését. Megértett? Nagyon köszönöm, biztos úr. Nem kell köszönni. Azt mondja meg, hogy mi történt január 12-én este. Szólt, hogy kísérjem el a bubu házához. Szórakozik velem? Ki a faszom szólt magának, Lajos? Jó. Felismeri ott azt az embert? Neki volt kocsia. Azzal mentünk, mert mondta, hogy kísérjem el. Tehát Bognár Antalt nevezi meg a társának. Biztos úr, én csak elkísértem. Azt mondta, várjak kint a kocsiban. Ha gond van, akkor menjek csak. Várjak kint, amíg beszél a bubuval. Maga bement Budai Imre házába, Lajos? Biztos úr, láttam, hogy gond van. Mit látott egészen pontosan? Valaki jött az erdőből. Antal meg bent a házban a bubuval. Aztán felkapcsoltak egy lámpát, kiabálás, minden. Lajos, maga bement Budai Imre házába? Láttam, hogy gond van. Bementem, erre Antal már verekedett valami öreggel. Megfogta az öreget, aztán csak ütötte. Ütötte! Ütötte! Az öreg aztán bezárkózott. Aha. Tehát Bognár Antal ütötte az öreget, Budai Imre édesapját? Igen. Értem. Akkor azt mondja meg nekem, Lajos, hogy az öreg miért csak magáról tudott személyleírást adni. Maga részt vett a rablásban, Lajos? Biztos úr, addigra én már elfutottam onnan. Láttam, hogy baj van. Tehát elfutott? Én nem akarom a bajt. Aztán látja, mégis itt ülök. A jó emberek mindig bajba kerülnek. A jó emberek, Lajos. Maga is itt ül, biztos úr. Vigye a gyanúsítottat a fogdáron. A másikat hozzá. Igen, százados úr.